Milics Gábor a Szépkorúaknak szervezett előadássorozat vendégeként tájékoztatta a résztvevőket a térinformatika legfontosabb műveleteiről és adatnyerési eljárásairól. Egyre több helyen használható, hiszen térképszerűen megjeleníthetők az adatok és az információk. Az Agráregyetemen tartott bemutató külön érdekessége a mezőgazdaságban történő alkalmazása. Elsősorban a precíziós gazdálkodás, amelyikben a térinformatikát használjuk. Az adatainkat, amiket begyűjtünk, térképen kell megjelenítenünk. Pontosan tudjuk, hogy a táblán belül milyen különbségeink vannak, illetve pontosan le tudjuk mérni azokat a tulajdonságokat, talajkülönbségeket, hozambeli különbségeket, és meg tudjuk jeleníteni, térképezni tudjuk, amik alapján a következő gazdasági évnek a döntéseit meghozzák. A rendszer használata nem kötelező, de egyre inkább terjed a kormányzati szerveknél és az egyéni felhasználóknál egyaránt, mert térkép alapon vizuálisan megjeleníthető, könnyen alkalmazható. Általában extra szolgáltatást nem kell itt hozzanak. A rendszerekhez, a hozamérő rendszerekhez, a szenzorokhoz a szolgáltatók ezeket már ingyen odaadják, ezeket a szoftvereket. Többféle térinformatikus rendszerünk van. A térinformatikában is természetesen a nyitott forráskódú rendszerek is rendelkezésre állnak, tehát egy pici ügyességgel akár ingyen is lehet térinformatikus szoftvert használni. Félidejéhez érkezett a Nyugdíjas Egyetem harmadik szemesztere. Én nagyon jól érzem magam, tetszik minden előadáson. Itt voltam, és hát vannak különc akármik, amik tetszettek, vagy különböző előadások, de szinte mindegyik. Általában az első szemesztertől járnak a nyugdíjasok, de a másodiktól már szinte minden most résztvevő bekapcsolódott a Jó Hírű program sorozatba. Én a második szemeszterre járok, nagyon érdekes és színvonalas előadások vannak, ami felkelti mindenkinek az érdeklődését, és végső soron a társaság, aki ide az egyetemre jár, az is érdeklődve figyel minden előadást. Abban mindannyian is határozottan egyetértettek, hogyha folytatódik a Nyugdíjas Egyetem, részt kívánnak venni rajta, ismereteiket gyarapítani és korszerűsíteni szeretnék hosszú távon is.